Szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt Székesfehérváron abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy csodálatos városban élhetünk, és a csodálatos városnak rengeteg titka van, amit még az itt élők sem tudnak mindig. Ezért gondoltuk úgy, hogy elindítjuk a Városrészek titkai című sorozatot, ami most már lassan-lassan egy éve mutatja be Székesfehérvár egyes városrészeit. Sok minden megláttunk már, sok helyen jártunk már, megismertük a városrészek történelmét, és természetesen a jelenét is. De folytatjuk a sort, hiszen még mindig van miről beszélni. Köszöntöm szakértőnként Fáci Márkot, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt vagy, és elkísérsz bennünket az új úton. Köszönöm szépen ismét a lehetőséget, és bár ma nem készültünk vendéggel, de azért igyekszem ezt a városrészt is megfelelően bemutatni, már amennyire tudom természetesen. Almási telepre és a Videóton környékére megyünk, ami azt hiszem, hogy meghatározó. Sok gyár volt már, amiről beszélhetünk, hogy meghatározó a székesfehérvári családok életében, a Köfém, vagy akár az Ikarusz, most a Videóton, amire szintén ezt tudjuk mondani, lesz szó erről is, de ahogy szoktuk kezdeni ezt a műsort, határoljuk be, hogy tulajdonképpen ez a városrész mettől meddig tart. Már csak azért is érdemes behatárolni, mert ugye Almási telep alatt ma egy darab lakótelepet értünk alapvetően, hivatalosan, illetve Videóton alatt pedig ugye magát a gyárat. Nyilván a műsorban területileg legalábbis érintjük az ipari parkot, ami ugye a Videóton köré épült, illetve különböző kapcsolódó létesítményeket, iskolát, óvodát, éttermet és mindent, tehát ami a környéken van, és vagy ma még, vagy egykoron ugye a Videóton nevet viselt, ez természetesen ide tartozik, illetve a Gugás völgy, mint olyan, ugye a Szent Flórián körút és a Videóton ipari park közötti terület, erről is lesz szó, hiszen itt ugye egykor szőlőhegyi terület volt. Ez egy zárt terület igazából, hogyha azt veszük, a Felsőváros kapcsán ugye nem került szóba, hiszen ott annyi mindenről beszéltünk. Illetve az Almási telepnek is ugye a környékét, kifejezetten a Vezér és az Író utcákat fogjuk ugye most itt tekintetbe venni, és ezekről fogunk beszélni. Tehát amikor ugye Almási telepről beszélünk, ez ma már egyébként egy önálló városrésznek számít. Közigazgatásilag maguk a városrészek azok egyébként egy város életében nem játszanak lényeges szerepet. A választókerületeknek vagy körzeteknek a határai sem mindig igazodnak ugye ezekhez természetesen. A várostörténész, topográfus, építészettörténész szempontjából viszont fontos. Ugye ez az Almási telep, amit ma így nevezünk, a Vezér utcák környéke elsősorban, tehát az Olaj utca, a Móricz Zsigmond utcának egy része, a Berényi út, és ugye a Zsolt utca, Tas utca, Ond, és a többi, és a többi. Ugye ezek egykoron a vízivárosnak voltak egyébként a szerves részei, és a mai Kadocsa utcán túli terület ugye az úgynevezett Író utcáknak a környéke, ez pedig az Öreghegy szomszédságában, illetve a Videóton közelében helyezkedik el. Ugye ez már a 60-as évek től induló korszaknak igazából úgymond a terméke, hogy a lakótelepi építkezés kapcsolódik ide, tehát ez már egy későbbi fejlemény, úgyhogy itt is megfigyelhetjük azt, amit más városrészek kapcsán, hogy ugye több évtized, sőt évszázadoknak az építészete találkozik egy területen. Kollégáinknak köszönhetően majd mutatunk is képeket azokról, amikről beszélünk, és amikor ezeket a képeket gyűjtöttük és raktuk össze, akkor muszáj volt megállapítanom, hogy ez a városrész is olyan, hogy minden van benne. A legrégebbi háztól a mai lakótelepekig tényleg nagyon vegyes az építési stílusa is. Igen, hát ugye a rádióban már beszéltünk egyébként erről a környékről, tehát azért már valamennyi információt nyilván te is sikeresen összegyűjtöttél, úgyhogy nem beszélünk annyira nagyon újdonságról. Nyilván, akik nem hallották a rádióadást a nézők közül, azoknak új lesz mindenképpen, meg azóta is azért egy-két dolgot sikerült kideríteni. Ugye az Almási telepnek a klasszikus része, amit ugye korábban Almási telepnek neveztek, az egy földszintes házakból álló kis telepszerű beépítés. 1902 és 1906 között zajlott ugye ennek a területnek a beépítése. Almási János földbirtokosnak a területeit parcellázták fel, ugye innen kapta ezt a nevet. Illetve a szomszédos terület, ettől délre elhelyezkedő az úgynevezett Bas telep, Bas Adolf földbirtokosnak a hasonlóan nagy területein az 1910-es, 20-as években történt meg ez a parcellázás,
És ami még ide kapcsolódik, ez az úgynevezett szép dűlőnek a környéke, ez északkeletre helyezkedik el innen, az egykori Balambér utca, mai Kadocsa utca határolja egyébként ezt a területet, tehát a vezér utcáknak az újabb beépítése az már ehhez a területhez kapcsolódik. Ezek jellemzően ugye földszintes lakóházak, többek között munkásházak, illetve a Videóton, korábban vadásztölténygyár számára pedig ugye az Író utcák területén és környékén épültek iparosított technológiával többszintes lakóházak, tehát ezek jellemzően ugye már panelek. A 60-as évek elején indult meg az építkezés, és aztán a 70-es években folytatódott, majd itt fogunk a különböző lakótelepekről beszélni. A képek azok vegyesek, tehát mindegyik lakótelepről mutatunk valamit, de hát nyilván a sorrendet azért el tudjuk mondani, hogy melyik mikor épült és mi a jellegzetessége. Erről mindenképpen lesz szó. És ugye egyházi épületek ugyanúgy megtalálhatók itt, oktatási intézmények szintén, és ugye hát a Videótonról beszélünk, úgyhogy természetesen ipara is van ennek a városrésznek. Kicsit olyan, mintha zöldövezet lenne, még a lakótelepek is nagyon jellemző a sokfa és a park. Igen, hát én ugye a munkám során leginkább a víziváros környékén járok, meg amikor mondjuk jövök a médiacentrumba, akkor ugye a Felsővároson keresztül. Ugye a Felsőváros az inkább még mindig falusias. Ugye részben ennek a szomszédságában helyezkedik el egyébként ez a terület. A víziváros az már ugye inkább paneles, de ott is azért a zöld jellemző, viszont tényleg lehet azt mondani, hogy akár a Karinti tér környékén, ahol ugye a nagyon sokszor szidott panelek állnak, meg a többszintes sátortetős lakóházak, munkásházak, nagyon-nagyon sok a zöld felület. És mondjuk a Videóton a szemközti területen például, ahol ugye a gyárnak az egykori étterme volt, az óvodája, vagy lehet beszélni a szakiskoláról, ugye a mai Váci Technikumról, rengeteg-rengeteg zöld felület van tényleg, és én is azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ez egy alapvetően ipari és munkás környék, mégiscsak sokkal több a zöld, mint az egykori úgymond polgári és paraszti területeken. Tartsuk a hagyományokat, és kezdjük akkor egyházi emlékkel a történet bemutatása után. Az első, amiről beszélni fogunk, és itt már kérem kollégákat, hogy segítsenek nekünk, ez a Krisztus Király plébánia templom. Ez az almási telepi plébániának a temploma. Ugye a Zsolt utcában járunk. 1945 előtt egyébként maga az egyházközség nem létezett, tehát utána jött létre, Taksony utcai helyi lelkészségként. A 20-as években építették azt a lakóházat, amiből aztán 1945 után a kápolnát kialakították, és 1954 és 60 között zajlott egyébként a templommá alakítás. Azt láthattuk a képeken is, hogy ennek egy különálló harangtornya van. Pordán, ami ritka. Igen, igen. Pordán ferencfehérvári építész a 90-es évek elején tervezte meg ezt a haranglábat, hiszen ugye, ahogy mondtam, eredetileg ez egy lakóház volt, ugye a kápolnához sem építettek harangtornyot szervesen, hanem mellé épült. És ugye tartoznak ehhez a plébániahoz természetesen közösségi épületek is, ezek már a 2000-es évek elején épültek meg. Közösségi terme van, természetesen plébánia épülete is van. Ugye az öreghegyi plébánia látja el egyébként a lelkipásztori teendőket, tehát nincsen helyben lakó plébánosa, úgymond, viszont van egy nagyon lelkes közössége. És ha már közösségről beszélünk, akkor ki kell emelni azt, hogy nagyon sok fiatal család lakik a környéken, természetesen idősek is. Nagyon jó a plébános, ugye Tornyai Gábor atyáról beszélünk, aki ellátja az Öreghegyet és ellátja az almási telepet is, meg még számos egyéb teendője van. És az ő személye is ugye nagyon sok fiatal családot vonz például az almási telepi szentmisékre, nem helyben lakókat is. De talán illetve megemlíthetjük az elődjét, Erik atyát, aki szintén nagyon, nagyon van, lelkes így volt, és nagyon jól fogta össze a közösséget. Így van, pontosan. Illetve egy nagyon fontos közössége van ennek az egyházközségnek, a Vox Mirabilis Kamarakórus, akik pedig ugye rendszeresen emelik nem csak az egyházi szertartásoknak a fényét és a hangulatát, de ugye különböző koncertjeikkel járják az országot,
országot, sőt járják a világot, és népszerűsítik Fehérvárnak is a zenei életét természetesen, úgyhogy rájuk is méltán lehet büszke, nem csak a városrész, Székesfehérvár és mi is. És akkor ez az otthonuk, ez a központjuk, és innen indulnak útjaikra a csodás előadásokkal. Nagyot lépünk témában, hiszen az egyházi történetek után mindjárt megyünk az iparra. Igen, hát ha már említettük, akkor mindenképpen a Videoton gyárról érdemes egy keveset beszélni. Keveset, ezt hangsúlyozom, az Icarus kapcsán ugye sokkal több adatot kaptunk annak idején. Én is valamennyire belástam magam a gyárnak a történetébe, de itt annyi rengeteg évszám és építési időszak van magában a területben, hogy nem is próbálkoztam igazából ezt memorizálni. Azt minden esetre érdemes tudni, hogy 1938-ban jött létre az a később rövidített nevén vadásztölténygyár, aminek az utód cégei ugye azóta is ezen a területen működnek. Nagyon érdekes építészeti szempontból megfigyelni azt, hogy a Berényi úthoz képest, ez lényegesen beljebb helyezkedik el egyébként, tehát amikor 1938-ban az építkezés zajlott, akkor ugye az volt a stratégiai elképzelés, hogy ez a fő közlekedési csomópontoktól, illetve a vasútvonalontól távol helyezkedjen el, hiszen bár a hivatalos neve az vadásztölténygyár volt, tehát elvileg sportlőszereket gyártott, valójában katonai célú létesítmény volt, és bizony hadi anyagokat, hadi eszközöket gyártottak itt. Hát ez a későbbiek folyamán is ugye nagyon fontos volt, és aztán így lépett át később igazából a híradás technikából, tehát a hadi kommunikációból, ugye magának a videózásnak, illetve a rádiózásnak a polgári területére, tehát így alakult ki igazából a Videotonnak az arculata, amiben aztán ugye később bekapcsolódott a 80-as években a számítástechnika, mint olyan. Van egy nagyon fontos létesítménye ennek a gyárterületnek, ez az úgynevezett VTCD üzem, vagy korábbi nevén Gloria kompakt lemezgyár. Itt ugye CD gyártás folyt egyébként az utóbbi évekig bezárólag. Ugye Magyarországon a CD gyártás ma már megszűnt, tehát ez egy új funkciót kapott. Ez az egyik legújabb építménye egyébként magának a komplexumnak. A 60-as évek elején indult meg magának a gyárterületnek a nagyfokú beépítése, tehát azok az épületek, amiket ma láthatunk például a Berényi út felől, azok már a 60-as éveknek a termékei, korábbi kisebb üzemek helyén jöttek létre, illetve maga az irodaház pedig a 70-es évek elején épült fel, és a 90-es években kapott különböző fejlesztéseket. Amiket láttunk itt közben felvételeket, ezek pedig illusztrációk a különböző termékekből, hiszen ezekről is megtalálhatók mindenféle anyagok az interneten. A Munkácsit lehet például ide sorolni a televíziók közül, aztán a különböző néprádiókat, az Orion márka is egyébként gyártásban volt ezen a gyárterületen. Ugye ezt vadásztölténygyárnak nevezték 55-től, aztán 61-től kapott egy villamossági televíziós rádiókészülékek gyára, ugye ez volt a VTRG, és aztán lett belőle később VT rövidítésű, majd ugye aztán Videoton, ugye ez a videó és a hangnak az összeolvadásából ugye televízió és rádió készülékek gyártása. Tehát számos átnevezésen ment keresztül az embléma is ugye folyamatosan változott, és nyilván a termékeket is ennek kapcsán fejlesztették, tehát például a rádiók és a televíziók ugye egyre kisebbek lettek. Ma már lehetne arról beszélni, hogy egyre okosabbak, nyilván ez azért még abban az időszakban nem azt jelentett, amit napjainkban, hogy mondjuk hangvezérléssel lehet működtetni egy televíziót, de például nagyon fontos volt, amikor megjelent a Color Star, vagy az úgynevezett Super Color, még a nagymamám lakásából emlékszem ezekre, ugye amikor mi is már a 90-es évek második felében már bőven színesben néztük a különböző adásokat, igaz, hogy akkoriban még csak egy-két csatornán, de már ezeket lehetett nézni korábban. Ugye 57-ben indult el a magyar televíziózás, ugye nagyon sokáig csak fekete-fehér felvételek voltak, illetve a televízió arra volt alkalmas, hogy fekete-fehér felvételeket tudjanak lejátszani, és a Videoton történetében például egy hatalmas nagy léptékváltás volt a színes technikának a megjelenése. Vagy nem feltétlenül reklám, de talán ma már annyira nem népszerű a Thomson márka, mint olyan,
televízió készülékek gyártásában például nagyon fontos szerepe volt a Videotonnak, saját licensz alapján gyártották, illetve különböző japán márkáknak a termékeit is gyártották. Ma már pedig ugye a különböző villamossági és műszaki területeken, tehát azért az autóiparban is ugye nagyon fontos szerepe van magának a cégnek. Nyilván a megmaradt azért valamennyire a hírközlésben, az informatikában, és megjelenik a tömegközlekedésben is valamilyen szinten. Tehát ma már inkább ugye erre helyeződött a hangsúly, de azért még mindig egy kicsit ugye a videó és a hang az valahogy megjelenik ezekben a termékekben. Nyilván a gyárhoz tartozott a saját szervize is, hiszen ez is itt működött, és hogy a gyár mennyire bele itt a magát a város életében, erről tanúskodik például a város futballcsapata, ami sokáig a Videoton nevet viselte, és még mindig úgy hívják, akármi is történik, hogy Vidi. Így van. Akárki is a szponzor a háttérben, azért ez. Erről mindig eszembe jut egy nagyon érdekes felvetés, amikor pont ez került be a képbe, hogy ugye átnevezik a csapatot, és akkor ugye polgármester úr nyilatkozta több helyen is, közösségi oldalon és minden egyéb helyen. Nyilván ez nem egy hivatalos bejelentés volt, vagy egy döntés előkészítés, hogy hát akkor majd ott a Sóstói stadion környékén lesz egy Videoton városrész. Mi most egy Videoton városrészről beszélünk, én úgy gondolom, hogy ez okafogyott pont emiatt. Nyilván a csapat nevében természetesen ez meg fog őrződni, még ha nem is hivatalosan, de azt azért tudjuk, hogy van nekünk egy Videoton városrészünk pont ezen a területen, amiről most beszélünk alapvetően. És ugyanúgy itt hozhatjuk fel példának, ahogy mi ismerjük a VOK-ot, azaz a Videoton oktatási központot is. Igen, 1977-ben indult meg az építkezés Reimholz Péter tervei szerint. Ugye kifejezetten a gyár számára épült, oktató funkciót betöltve, illetve sportfunkciót is viselt már ekkor, de aztán a mai szerepét azt igazából már a 90-es években nyerte el, tehát a rendszerváltás után volt ugye egy nagy átalakítása ennek a komplexumnak, de alapvetően még mindig ugyanazt a célt tölti be, ugyanazt a célt szolgálja, tehát arra, hogy oktatásra, konferenciák megszervezésére, kiállításokra, gondoljunk itt a különböző karrierexpókra, pályaválasztási kiállításokra, sportrendezvényekre is ugye alkalmas, és saját sportpályákkal is rendelkezik, kültéri és beltéri pályákkal egyaránt, tehát oktatás és sportfunkciót egyaránt betölt. Emlékekről mindig beszélünk ebben a műsorban, úgyhogy én nagy örömmel emlékezem a Vállalkozói Napok sorozatra, amely évente több napon át a helyi, a Fejér megyei vállalkozóknak adott megmutatkozási lehetőséget, és nagyon népszerű volt programokkal, színpadi programokkal, de itt említhetjük meg például a kerekesszékes teniszezők edzőit, és jelenleg ebben az épületben próbál a Város Balettszínháza, a Székesfehérvári Balettszínház, tehát meghatározó épület még mindig. Volt olyan, amikor aggódtunk érte, mert azért csak az időfoga, a vasfoga nyomot hagyott benne, de hát nagy szükség van rá, akárhogy is nézzük. Oktatással megyünk tovább, hiszen a Videoton irodaházzal szemben található a Váci Mihály Technikum, amely szépen gyönyörű fák között bújik meg, de egy igen nagy épületről van szó, és nagyon sokan indultak onnan. Nem kicsi épület, én is megdöbbentem egyébként, amikor az iskola történetéről olvastam egy, hát igazából a nevelési programot sikerült megtalálni az interneten, sajnos az iskola honlapján az iskola történet egyébként nem található meg, tehát azért kellett egy kicsit utána vadászni, innen is, ha lehet, akkor üzennék az iskola vezetésnek, vagy utalnék, érdemes az iskola történetet egyébként a honlapokra feltölteni, főleg az ilyen megszállott kutatók miatt, de amúgy is, tehát hogy ez ne egy ilyen mellékes dokumentumba kerüljön fel. A csúcs időszakban 1320 tanulója volt magának az iskolának, és ez még a 70-es éveknek a vége. Mondom ezt úgy, hogy 1970. szeptemberében adták át egyébként magát a létesítményt, tehát elképzelhetjük, hogy milyen népszerű volt. Ugye rengeteg szakmacsoportban tanultak itt a diákok, átlagosan 29 fős osztálylétszámmal, ami azért a mai méreteket tekintve nem kicsi, sőt ma már azt mondanánk, hogy ezek elég népes osztályok. Ha jól emlékszem, igen, 60 szakmacsoportban 57 szakmai osztály indult el egyébként a 70-es évek elején. 1976-ban vette fel egyébként a költő Váci Mihály nevét maga az intézmény, és ugye alapvetően ipari szakiskolaként kezdett el működni, tehát olyan szakmákat nyújtott,
amelyeket ugye az iparban lehetett hasznosítani. A városnak 7 olyan üzeme volt, amely egyébként hát többek között megfelelően felszerelt, illetve megfelelő méretű tanműhelyek hiányában, amelyek azóta már ugye kialakításra kerültek, befogadta a harmadik évfolyamtól kezdve magukat a tanulókat egyfajta ipari tanulói rendszerben. Ugye ez a duális képzésnek egyfajta előzménye, tehát ezt szoktuk mondani, hogy ugye azért ez sem egy légüres térben keletkezett, maga a duális hallgatói lét. Ugye ipari tanulónak nevezték ezt korábban, és számos egyéb jelzővel illették, tehát ez már akkoriban is létezett. Olyan üzemek, mint például a Fáév, tehát ugye a Fejér megyei állami építőipari vállalat, későbbi nevén Arév fogadott be gyakorlatra jelentkezőket, a MÁV fűtőháza, a járműjavító, de lehet beszélni az Ikaruszról, természetesen a Videotonról is, és még néhány üzem bekapcsolódott ennek az életébe. Tehát így segítették igazából az üzemek ezt a gyakorlati képzést. Aztán azóta kialakultak természetesen a megfelelő tantermek, a szakoktatói gárda is ugye egy kicsit átalakult jellegében, rendkívül sok szakoktatóval rendelkezett egyébként maga az intézmény, tehát a kezdetekkor lényegesen kisebb volt a közismereti tárgyakat oktató pedagógusoknak a létszáma, mint a szakoktatóké, nyilván ez ugye az ipari szakmákkal függ össze, és igen, ahogy te is említetted, nem kevesen kerültek ki egyébként ebből az intézményből, akik azóta is egyébként a saját szakmájukban rendkívül sikeresek, és tényleg ezek közül a falak közül indultak valamikor. Nem került felújításra a közelmúltban ez az épület? Többször felújították egyébként, ugye bővítés is történt természetesen, és legutóbb volt egy nagyobb felújítása, illetve ugye aktuális hír, hogy ugye most 3 iskolája a városnak ugye festésre pályázott az önkormányzatnál, és ugye részben önkormányzati forrásból sikerült ezt megoldani, tehát hamarosan közösségi együttműködésben elindulhat egyébként az iskolának az újrafestése is. Amikor készültünk a műsorra, vágó kollégával raktuk össze a képeket, azért vettük észre nehezen, hogy melyik a technikum, mert én piros téglás épületre emlékeztem, ugyanolyanra, mint amilyen a Videoton igazgatási épületé látható. Ugye, hogy piros téglás volt eredetileg? Igen, én is úgy emlékszem rá. Hát nyilván azért a felújítások során vannak változások. Tehát ahogy a paneleknél is látjuk, hogy ugye mondjuk a színek változnak, vagy egy kicsit változik a homlokzat, hiszen a panelnek is van homlokzata. Még nem egy egyszerű kocka, vagy egy torony épületről beszélünk, úgy nyilván egy oktatási intézménynek is. Bár ha megnézzük, ugye idézőjelben ez is egy kocka épület, hiszen egy lapos tetős létesítményről van szó. Mégis van hangulata. De mégis van hangulata, igen. Abszolút szerethető. Nem messze innen van a Géza utca 54, amit kértél, hogy mutassunk meg. Igen, ezt azért tartottam nagyon fontosnak, ez ugye a klasszikus almási telepi területen helyezkedik el, a Géza utca nevéből is látjuk, mert ez egy nívódíjas alkotása egyébként ennek a környéknek. Ugye a nívódíjról az Arév kapcsán annak idején volt szó, hogy az Arév Baráti Kör Egyesület és ugye a Székesfehérvári önkormányzat közösen hozta létre, és azóta is sok olyan épületnek és építésznek kiosztották ezt a díjat, amelyek és akik ugye méltán megérdemelték. Ez alapvetően egy üzletháznak épült, tehát a funkciója az most is az, amire készült. 2003-ban Karvai Attila és Natta Anikó tervei alapján építették, 2011-ben kapott egyébként nívódíjat, és hogyha megnézzük a kialakítását, azt látjuk, hogy modern, de valamennyire azért mégis illeszkedik a környéknek az arculatához. És akkor egy lakóházat hadd hozzak ide, amiről igaz, hogy vágóképeket nem készítettünk, de érdemes a Zsolt utcában körülnézni. Hát talán nem reklám, a 13-as számú házat érdemes megnézni. Itt egy fiatal építész, Karikóné Canek Henrietta, aki azóta egyébként megfelelő díjat is kapott az építészkamarától, vehette át a Molnár Tibor díjat a tavalyi évben, ennek a háznak a felújításáért és bővítéséért.
egy kortárs kiegészítéssel látta el az épületnek a bővítményét, ami rendkívül jól harmonizál egyébként az eredeti utcafronti épülettel. Nyilván azt is felújították és részben modernizálták az ő tervei alapján, de érdemes egyébként megnézni. Ezt ugyan kiemeltem konkrétan a többi közül, de a Zsolt utcában és a környéken van még néhány ilyen lakóház, és azért is hoztam ide, mert egyébként az arculatában szintén ezt a modern jelleget tükrözi. Érdemes az interneten is utána nézni ezeknek a lakóházaknak. És akkor térjünk vissza az oktatáshoz, hiszen van még két olyan épület, amiről beszélni kell ezen a részen, ezen a városrészen. Az egyik a Hétvezér Általános Iskola. Hát az Almási telepnek a klasszikus oktatási intézménye, mondhatni a központi iskolája. Ugye a környéken óvoda és bölcsőde is működik egyébként, tehát a gyerekeket azért hosszú-hosszú éveken keresztül lehet ide hordani, ide járatni. Ugye ez egy KLASZP rendszerben felépült iskola, az Aréf kapcsán ugye volt erről szó, helyszínen szerelt, ugye panelekből álló igazából elemes modern épülettömb, 1981-ben épült, ugye családi házakkal övezett kertvárosi részen, tehát lehetne azt mondani, hogy valamennyire kilóg a környezetből, de talán az utóbbi 40 évben az ottani lakók már megszokták ezt az arculatot, és hát ugye most már azért az új építkezések is valamennyire ebbe az irányba mutatnak, nyilván nem a KLASZP irányába, hiszen alapvetően ez egy ipari és oktatási funkcióra készült technológia, nem feltétlenül lakófunkcióra, sőt, nem is lakófunkcióra, főleg a lapos tetővel és minden egyébben, de a környék arculata azért mégiscsak igazodik ehhez, és meghatározó része mindenképpen. Ugye egy kapcsolódó alkotást hoztunk ide, amiről annak idején a rádióban is beszéltünk, Már Ferencnek az Óvó kezek című szobra, 2017-ben avatták fel, ugye a vágóképen is látható volt. Hát ugye egyrészt a pedagógusokat szimbolizálja, akik ugye óvják, védik, nevelik a gyermekeket és tanítják őket, másrészt pedig természetesen azokat a szülőket, akik ugye a gyermekeiket ide küldik, ide hordják iskolába. Tehát a szülői és a pedagógusi gondoskodás is megjelenik benne, hiszen a pedagógus ugye tulajdonképpen második szülője a gyermeknek hosszú éveken keresztül. Egy viszonylag nagyméretű szoborról van szó, amely azt hiszem, hogy sokat javít a mögötte lévő épület látványán, sokat jelent. A Hétvezér Általános Iskoláról azért azt is érdemes elmondani, hogy ez már bizonyára a pedagógusi gárdának köszönhető, de nagyon jó hírű iskola. Igen, igen. Egyrészt nagyon jó hírű, másrészt pedig azért egy kicsit visszatérnék az arculatára, tehát érdemes megnézni például az udvarát, hogy milyen szépen gondozott, és bizony a gyerekek nagyon szívesen használják, és ez is egyébként a pedagógusok mentalitásából következik. Tényleg nagyon jó hírű iskola, nagyon erős, matematikában többek között, de különböző humántudományokban is ugyanúgy, hogyha így tudományokról ezen a szinten általános iskolában lehet beszélni, de lehet beszélni természetesen. Versenyeken nagyon jól teljesítenek a gyerekek. Az, hogy mi motiválja őket, nyilván a pedagógusoknak a hozzáállása, az nagyon fontos ebből a szempontból, és egyébként közösségi összefogásban is mindig kivette a részét, és kiveszi a mai napig a részét, nem csak a városrésznek az életéből ez az iskola, de a város életében is nagyon fontos szerepet játszik. Talán sokkal újabbnak mondható a Comenius iskola, a következő oktatási intézmény, amely szintén ezen a területen található. Maga az intézmény igen, illetve a mai épület is viszont jóval korábbi előzményekre megy vissza. Körülbelül 30 évvel korábban épült az a Vörös Októbernek elnevezett ruhagyár, 1952-53-ban Csaba László tervei szerint, ami eredetileg itt működött. Ugye ezt részben iskolává alakították át, ugye ez egy magániskola, itt működik ugye a, ha jól tudom, a gimnáziumi része egyébként az iskolának, és a Koppány utcában található meg ugye a felsővárosi iskola szomszédságában az általános iskola rész, és ugye ebből az ipari épületből alakították ki részben az iskolát, illetve részben a mögötte lévő napsugár lakóparkot, ugye az ipari épületek és az udvar, a nagy udvar, nagy gyárudvar helyén. Nagyon sokan egyébként még emlékeznek erre a Vörös Október ruhagyárra, és hogyha ruhagyárról beszélünk Székesfehérváron, akkor általában tudni szokták, hogy ez itt működött. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a Csutin és Ler Erzsébet Böbe volt már a vendégünk a Palotaváros kapcsán, és Igari Antal, a megyei főépítész, aki majd a belvárosba fog minket elkalózolni néhány adás erejéig,
Velük volt egy közös nyomozásunk, hiszen Kovács Dániel, fiatal művészettörténész, Veszprémben, illetve az országban számos területen kutatja Csaba László építésznek a munkásságát, és rábukkant ennek a ruhagyárnak a terveire. Annyit sikerült összesen kiderítenie, hogy 52-53-ban épült Csaba László tervei szerint valahol Székesfehérváron. Na és akkor én megkerestem ugye tanult építész kollégákat, akik sokkal jobban járatosak ebben a történetben, hogy vajon miről is lehet szó, és Böbe említette Rockenbauer Lajos igazgató urat, akit természetesen megkeresett, és az igazgató úrtól azt a választ kapta, hogy igen, erről a területről van szó, a volt ruhagyár területén van ma az iskola, illetve mögötte lévő lakópark, úgyhogy a Dani, Kovács Dániel ezt az eredményt egyébként a blogján, amit ugye szerkeszt MMA ösztöndíjasként, ezt meg is osztotta, és most már van egy ilyen eredményünk, úgyhogy ez azért így terjed. Ha nem is a világban, de az országban mindenképpen. Azért mondanám el itt a saját élményemet, mert biztos, hogy nem vagyok ezzel egyedül, ugyanis a Koppány utcai épület adott otthon valamikor az autós iskolának. Én is ott szereztem jogosítványt, és szerintem velem együtt sokan, és az, ami most azt hiszem, hogy parkoló, vagy talán sport létesítmény, ott izzadtunk a rutinpályán, úgyhogy nekem ilyen emlékem van. Volt sok minden már ebben az épületben, de azt hiszem, hogy most igazán jó gazdára talált. Igen, igen, én is azt gondolom. Illetve hát a mögötte lévő lakópark meg nyilván az aktuális igényeket szolgálja ki. Az is nagyon érdekes, majd a lakótelepekről is mindjárt fogunk beszélni, hogy ez ugye alapvetően a lakótelepek szomszédságában található meg. Tehát ahogy ugye a műsor elején is említettük, itt több építési korszak és több stílus találkozik, hát valóban erről van szó, hiszen ugye a volt gyárépületből létesített modern iskola, az ugye a lakótelepek tövében, de a klasszikus lakótelepek tövében helyezkedik el, és mögötte pedig egy modern lakópark van. Egyébként pedig, hogyha azt nézzük a Vértanú utcának a túlsó felén, ahol az iskola található, az pedig egy családi házas övezet. Menjünk tovább, jöjjenek a lakóházak. Elsőként az Ámos Vezér utcát láthatjuk, és mit tudunk erről az épületről? Hát ezt a 38-as számot azért hoztam ide példaként, mert egyrészt ez egy jellegzetes, lekerekített sarkú ház. Itt az Almási telepen, a Vezér utcákban. Több ilyen található egyébként a Géza utca, Vértan utca környékén, érdemes ezekben a kereszteződésekben néha körülnézni. Amúgy is van néhány stop tábla, hogyha az ember közlekedik, tehát azért látja. Van olyan épület is például, ami korábban hentes üzletként és lakóházként szolgált, és például az utcafronti homlokzaton az üzletportál még mindig látható a sarkon, egy ilyen kis levágott homlokzati részen. Ez egy klasszikus almási telepi munkásház egyébként, ami a 30-as években épült. Vannak itt egyébként villaépületek is, volt villaépületek, ezekről is majd tudunk példát mutatni, de ez egy ilyen jellegzetes építménye egyébként. Az Olaj utcából lehetne hozni például hasonlóakat. Nyilván ennek az is egy nagyon fontos eleme, hogy ez egy sarki ház alapvetően, és ez a homlokzat kialakításában is látszik, de ez az íves forduló, ez egyébként is, meg a lekerekített homlokzat, ez Székesfehérváron több pontján megjelenik, nem csak lakóépületeken, de középületeken is, és ugye a 30-as éveknek ez egy jellemző stílusa egyébként. Sokkal frissebb építkezésről beszélhetünk, amikor a Berényi út és a Pozsonyi út sarkára érünk. Hát gyakorlatilag egy új, hatalmas, de szerintem nagyon tetszetős ház. Már bent nem voltam, a lakók tudnának mesélni, hogy milyenek a lakások, de kívülről szerintem egy nagyon elegáns épületről beszélünk. Igen, ugye ez a Vok szomszédságában található meg közvetlenül. Ugye a Vokot említettem, hogy 77-ben kezdődött meg az építés, a 80-ban fejeződött be. Ez a társasház pedig 2003-ban készült el, többek között Németh László, a megyei építészkamara jelenlegi elnökének a tervei szerint. Rendkívül jó tervanyag egyébként, én azt gondolom, és a megvalósítás is nagyon jó, bár nem vagyok építész, ezt mindig szoktam hangsúlyozni. Tehát én maximum, mint lakó tudnám ezt elképzelni, nem mint szakember, de még nem laktam benne. Viszont nagyon jól harmonizál például a Vokkal.
Tehát ez egy modern környéken helyezkedik el alapvetően, és azért a szomszédos családi házak, üzletek, ugye itt különböző mezőgazdasági bolt és egyebek működnek a Pozsonyi útnak ezen a szakaszán, szintén nagyon jól illeszkednek ehhez a környékhez. Németh Lászlóéknak ez egy nagyon jó terve volt, ugye több tagból áll egyébként ez a ház. Nekem is meg kellett nézni annak idején, mikor először ismerkedtem vele, hogy ez most vajon egy épület, vagy több épületből áll, de ez egy épület, ugye kicsit kanyargós. 4 emelet egyébként, tehát 5 szint helyezkedik el benne összesen, és 80 lakás található meg benne. Tehát el tudjuk képzelni azért azt a létszámot, ami ebben egyébként lakókat tekintve megtalálható. És hát látjuk azért a tömeg kialakításában is, hogy ez egy nem kis létesítmény. És nyilván üdítő volt a szemnek, amikor épült, mert annyira messze van a kockáktól, amit egy társasházaknál évtizedeken át megszoktunk, nagyon messze van, és szerintem nagyon jó, és pont alkalmazkodik ahhoz, nem könnyű telekhez, tehát oda tervezni egy házat, ahol valójában egy ilyen kis csücskös telekről beszélünk, szerintem teli találat, de aztán egyszer majd egy lakó mesél róla többet. Igen, is. És akkor azért hadd kanyarodjak vissza egy kicsit, tehát Németh László, Szabó Lajos és Molnár István tervei alapján készült, én Németh Lászlót emeltem ki, hiszen az ő munkásságát ismerem inkább. Nyilván nem olyan nagyon közelről, de azért a megvalósult terveivel lehet találkozni a városban. A Berényi úton is vannak neki egyébként épületei, üzletterve is megvalósult, ez egy lakóház. És hát eddig keveset beszéltünk ma köztünk élő építészekről, olyan kortársakról, akik valaha köztünk éltek, de elhunytak néhány éve, évtizede már igen. Németh László viszont ma is köztünk él, és rendkívül aktív, és én azt gondolom, hogy bármennyi épületét láttam eddig, mindegyikre el lehet mondani azt, hogy nagyon jó kvalitású, nagyon jól illeszkedik a környezetébe, ugye erről szoktam beszélni, ez nekem egy fontos vesszőparipám, és tényleg nagyon jól használható mindegyik. Én pedig azt hiszem, hogy már ott tartok, hogy teljesen mindegy, miről beszélünk, rá kell jönnöm, hogy a város majdnem minden épületét szeretem, és szívesen nézem, még azt is, amelyik már inkább düledezik, amelyik annyira régi, de ott az embernek a fejében megfordul, hogy mi mindent láttak már ezek a falak. Berényi út 14-18-hoz érkeztünk el. Igen, ez a Berényi útnak a 2 legrégebbi épülete volt valamikor, ma már csak a 18-as áll, erről tudunk képeket mutatni. Hát a 14-es az azóta egyébként elbontásra került. Tehát amikor én egy várostörténeti kiadványt állítottam össze az épített örökség szempontjából, akkor ez még létezett, illetve jártam ugye a Csutora temetőbe kutatni, megemlékezésekre és egyéb alkalmakra, akkor rendszeresen elmentem emellett a ház mellett. Ma már ez nem áll. Hasonló volt egyébként a kialakítása, mint a képen látható 18-as háznak is. Vályogház, gondolom. Igen, igen. Ez egy fehér színű homlokzat volt egyébként, ugye ez egy sárga, de alapvetően hasonló volt, ugye néhány háznyi különbség van a kettő között. Ezek voltak ennek a városrésznek és a Berényi útnak a legrégebbi házai. Egyébként hál' Istennek a 18-as az régebbi, tehát hogy ez maradt meg, és ez továbbra is ugye ennek a városrésznek a legrégebbi háza. Hát a második legrégebbi ma már nem található meg, de azért fotókon még mindig megvan az emléke. És akkor utaljunk megint arra, amivel kezdtük, hogy ebben a városrészben olyan sokféle dolog megjelenik. Hát itt volt a Kontrax, ugye a Berényi út, Pozsonyi út és a Berényi út 18 közötti épületben. Villaépület a következő a Budai úton már. Igen, és akkor itt kicsit csapongunk ugye a területek között is, meg csapongunk itt az építészeti stílusok, meg a korok között is. Próbáltam ezeket ABC-rendbe állítani, hogy egy kicsit könnyebb legyen nekem is. Ugye ezekben a kiadványokban amúgy is az ABC-rend a mérvadó, tehát azért is csapongunk itt, de talán így még jobban láthatóak ezek a kontrasztok. Zalka István tervei alapján épült az 1970-es években ez a modern villaépület. Egyébként a városrésznek a szélén helyezkedik el, hiszen ugye az egyik irányból a Kadocsa utca fogja közre, a másik oldalról pedig a Budai út, ami már ugye inkább az Öreghegynek a határához közelít, sőt, hát szomszédos épületek már az Öreghegyhez tartoznak igazából. Tehát ez egy határ épület tulajdonképpen, a legesleg szélén ennek a városrésznek, és egy nagyon érdekes, tehát érdemes megnézni a tömegkialakítását, érdemes megnézni azt is, hogy ez egy láthatóan modern villa,
de mégis jól illeszkedik. Hát ma már különösen ahhoz a környezethez, ami ugye körülveszi, és Zalka Istvánnak egyébként egy rendkívül jó terve és egy rendkívül jó megvalósítása, és ami nagyon érdekessé teszi, az a melvéd burkolat, az a mozaikos melvéd burkolat, ami látható rajta. Itt egy kicsit közelebb kell menni egyébként a kerítéshez, és ugye az illeszkedésről beszéltem az imént az épülettel kapcsolatban, annyira jól illeszkedik, és annyira beépült egyébként a telken, tehát nem kiugrik ugye magának a tereknek a tömbjéből, annyira bent helyezkedik el a telken belül, hogyha valaki arra sétál, és nem tudja, hogy ott van, akkor simán elmegy mellette. Tehát, hogyha valaki szeretné ezt felfedezni, akkor érdemes figyelni például a házszámokat, hogy biztosan megtalálja. Területileg tényleg ugrunk, megint ugrunk, de egy gyönyörű villaépületről beszélhetünk a Gúgás-völgyi úton. Igen, Pordán Ferenc neve már ugye elhangzott. 93 és 95 között épült fel az a harangtorony, ami ugye a Zsolt utcai templom előtt megtalálható, és ugyanebben az időszakban, 94-ben tervezte Pordán Ferenc ezt a modern villát, ez egy nyeregtetős villa, szintén nívódíjas, 2007-ben kapott nívódíjat a várostól. Ez egyébként egy egykori pince és présház területén található, hiszen a Gugásvölgyről és a pestis pincékről, amiről szintén lesz szó mindjárt, érdemes azt tudni, hogy ez alapvetően egy szőlőhegyi terület volt, az Öreghegynek egy nyúlványa egyébként, aztán ugye a kettő közébe épült a Videóton ipari park és minden egyéb, tehát azért ma már ez egy zárvány területnek számít alapvetően, ráadásul ugye egy kereskedelmi központnak a szélén helyezkedik el az ipari park, illetve ugye bevásárlócentrumok között, tehát ez tényleg egy ilyen zárvány terület, egy családi házas övezet alapvetően, és ugye itt tervezte meg Pordán Ferenc ezt a rendkívül jó kvalitású villát, ami egy volt szőlőhegyi területen azért meglepő lehet, de hogyha az Öreghegyet vesszük példaként, akkor ott is tudunk egyébként ilyen épületeket említeni. Abban a szerencsében van részem, hogy ebben az épületben jártam a napokban, és a parkján, és csak gratulálni tudok a jelenlegi tulajdonosnak, aki nem régen vette meg, de azt hiszem, hogy méltó tulajdonosra talált a nívódíjas épület, mert ha csak a parkját nézzük, nagyon kemény munka van benne, és nagyon, nagyon odafigyelés. Amit látunk, vágóképeket, azok ugye koratavasszal készültek, most már azért úgy ki is zöldült, nagyon szép a környezete is, és az épület is belül, úgyhogy meg marad nívódíjas, akár hogy is nézzük. Menjünk tovább, lakóházak, pestis pincék, ismét nagyot ugrunk a történelemben. Igen, a Gugásvölgyről volt szó, az előbb említettem a pestis pincéket is, érdemes az elnevezésekről beszélni, annak idején a rádióban megtettük, úgy emlékszem. A pestis pincék az talán egyértelműnek tűnik, ugye az egykori jezsuita szőlőbirtok területen alakultak ki egyébként, és ugye ezek présházak voltak alapvetően. Ugye azért pestis pincéknek nevezik ezt, mert például az 1710-es években, amikor Székesfehérváron Pest is pusztított, tehát már a török utáni időkben, de egyébként a török időkben is volt itt Pest is, volt kolera volt az 1800-as évek elején is, tehát ezek a járványok ugye időről időre visszatértek, akkor többen egyébként ezekbe a pincékbe, présházakba húzódtak, illetve kis veremházakba, földbe vájt házakba, és ugye így terjedt el ez az elnevezés. A Gugás völgy, az pedig onnan jön, ugye ez egy völgyes terület alapvetően, tehát mondjuk az Öreghegyhez képest is azért még kevésbé kiemelkedő talán, ezért is nem kapott mondjuk hegy elnevezést. Tehát egy völgyben terül el alapvetően, vagy terült el valamikor, és ugye a Guga, az pedig a pestisnek a népies elnevezése. Tehát itt kapcsolódik össze ugye a két utca, hiszen ma már két utcáról beszélünk, alapvetően ugye ezek dűlő utak voltak, amelyek mentén magák a présházak felépültek, és ugye pestis pincéknek, illetve Gugás völgynek nevezték ezt a területet. Hogyha hangulatot kell megidézni, akkor nekem mindig a Ben Hur című film jut eszembe, ahol ugye a leprások költöztek ki, ugye lakott területen kívülre, barlangokba. Itt viszont azok az emberek menekültek el a pestis elől, akik még tudtak. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy amikor a városban pusztított a pestis, és tényleg csak a legbátrabb orvosok voltak azok, például Sóber Mátyás, róla mindenképpen érdemes megemlékezni, ő a pestisben hunyt el egyébként,
a Lausmann Gyula még idézi az egykori sír feliratát, ha jól emlékszem, 1710-ben hunyt el, másokat megmentett, magát nem tudta meggyógyítani a pestistől. Ő ebbe a járványba halt bele, és Smolcz Margitnak van egy nagyon jó történelmi regénye, a Kőkövön, amiben egyébként Sóber Mátyás alakja megjelenik, és azért is idéztem ide, mert őt például a pestis kellős közepén, az 1700-as évek elején, és az valószínűleg a halál előtt nem kevéssel, vagy kevéssel játszódik maga a történet, a pestis pincékből, egy pincéből idézőjelben bányásszák elő, ahova elmenekült, mert ő megcsömörlött ettől az egésztől, és úgy döntött, hogy ő már nem hajlandó a pestis ellen küzdeni, mert nem tud, feladta ezt a küzdelmet, és ebben a történetben visszatér a városba, és ismét felveszi a harcot ez ellen a pestis ellen. De akkor térjünk vissza magára a területre, hiszen ez egy kis kitérő volt azért, de egy város történeti érdekesség. És ajánlom egyébként mindenkinek figyelmébe ezt a könyvet, tehát Kőkövön ez a címe. Érdemes elolvasni, vannak benne nagyon jó, valós történelmi alakok is megjelennek. Tehát a pestis pincék alatt ugye kettő lakóházat hoztam ide. Wüstinger József nevét már említettük annak idején, például a Sóstó kapcsán is, az Öreghegy kapcsán, ugye 1829-ben folytatott ő kataszteri felméréseket a Présházas, Pincés, Szőlőhegyi területeken, a pestis pincék környéket szintén felmérte, és a mai pestis pincék utca 13-as, illetve 16-os házak, ahol megtalálhatók, ezeknek a helyén korábban présházak álltak, és aztán az 1900-as években ezekből nyaralók lettek. Tehát a 20. század elején nyaralókká alakították át, és aztán később pedig kiköltöztek ezekbe az épületekbe, tehát ma már részben lakóházakként működnek, de egyébként mindegyik alápincézett, és hogyha megnézzük az építészeti kialakítását, meg az értékeit, díszítményeit, akkor ezek bizony nagyon komolyan megmentésre váró és megőrzendő értékeket képviselnek. Annyi érték van ezen a területen, hogy nem is gondoltam volna, és most már nagyon szorít bennünket az idő, pedig még van, amiről nem beszéltünk, ugye a Taksony utca 29-es épület, illetve majd még a Zsolt utcába is visszanézünk. Igen, hát ha röviden kell ezekről beszélni, szerintem a vágóképeket akkor nyugodtan felgyorsíthatjuk. Ezek alapvetően a 20. század elejéhez kapcsolódnak, tehát az 1910-es, 20-as, 30-as éveknek a jellemző építészeti stílusát képviselik. Van, amelyik egy kicsit díszesebb, van, amelyik kevésbé díszes, van köztük egészen kocka jellegű. A Taksony utcai épület az például egy néhány évvel ezelőtt felújított, ugye itt a vöröskő lábazat például megjelenik, de itt a Zsolt utcai példákon látszik például az is, hogy némileg hasonlít az alsóvárosnak a vasutas házaihoz, tehát az a csúcsos deszkóromzat, ami megjelent ott abban a városrészben, az megjelenik egyébként itt is. Ez részben egyébként a korszak villaépítészetének egy jellegzetes stílusa, és egyébként a faburkolat ma már kezd visszajönni a kortárs építészetben, tehát érdemes például odafigyelni ezekre az épületekre, hogy hogyan alkalmazták ezeket a rendkívül egyszerű, de beépítve mégis rendkívül díszes és nemes élményt adó anyagokat. És operatőrünk jól megtalálta ezeket a díszeket így a kapukon. Van, így van. Észrevette a szépséget. Villaépület a 27-es szám, ami még ide tartozik. Igen, ugye szintén ugyanezt lehet igazából elmondani róla, hogy a korszaknak egy jellegzetes termék, és a villaépítészetnek tényleg egy rendkívül jó példája, hogy a Kisteleki utca felőli oldalon található egy hármas ablak, a lekerekített sarok az ugyanúgy jellemző rá, és ugye a terméskő lábazat az pedig szintén megjelenik, tehát jó harmóniában vannak igazából ezek az építőanyagok és formák egymással. Megérkeztünk a lakótelepekre. Itt, amikor próbáltuk kiválogatni kollégákkal, hát bizony többen összejöttünk a képeket nézve, mert annyira egymáshoz közel épül a Fáy András, az Almási és a Papagájtelep. Érdekes egyébként, ezek mára igazából összeépültek, de különböző építési korszakokban jöttek létre. Hát ugye 1952-ben a II. Világháború után jelent meg az első városrendezési terv. Egy családi házas beépítést javasoltak egyébként. Aztán az iparosított építészet megjelenésével, meg egyáltalán ugye a lakó létszámnak az emelkedésével, a gyári munkás létszámnak az emelkedésével el kellett gondolkodni azon, hogy tényleg
családi házakat érdemes ide telepíteni, és ugye a kezdeti munkás telepeket iparosított technológiával, felhúzott lakótelepekkel egészítették ki, nem kicsi területen egyébként. Tehát a 60-as években ugye a mai Karinti téren és a Karinti utca környékén ugye a Papagájtelep mint olyan felépült, ugye rendkívül színes házairól kapta a nevét, aztán ugye felépült a Novák Károly lakótelep, amit már ugye ma Almási telepként ismerünk egyébként, hiszen a rendszerváltás után nem sokkal ezt a nevet kapta. Hát politikai okokból történt egy átnevezés. Itt ugye a Csutinél-Böbe az örökségi védelmi hatástanulmányban, ami erre a területre vonatkozik, azért leírja sajnálkozva, és én is sajnálkozva teszem hozzá, hogy kár volt egyébként Novák Károlynak a nevét elvenni ettől a lakótereptől, hiszen a fehérvári rádiózásnak egy nagyon fontos alakja volt, és egyébként a fehérvári rádiótelepnek az egyik vezetője, sőt talán az első vezetője, tehát hogyha a politikai múltjától eltekintünk, akkor igenis nagyon fontos szerepe van egyébként a város történetében. És ugye, ami még ide kapcsolódik, az a Fáji lakótelep, ahogy te is említetted, Fáji András pedig ugye a takarékpénztári mozgalomnak és a takarékoskodásnak volt egy nagyon fontos alakja, és ugye az is egy érdekes dolog, hogy alapvetően az Almási telepen és a Bas telepen pedig annak idején a kölcsönös népsegélyző egylet volt az, amely kedvező hiteleket biztosított a házaknak a felépítésére. Tehát itt azért a takarékoskodás és a segélyezés egy kicsit összekapcsolódik két teljesen eltérő korszakban és két teljesen eltérő építészeti stílus kapcsán. A Papagájtelep miért papagáj? Hát a színe miatt leginkább. Ma már ezek a színek egyébként megkoptak. Tehát én is sokat kutattam utána, meg kérdeztem embereket, hogy jó, de hát nyilván az alakja az nem mutat papagájt. Ugye van az a legenda, hogy a palotavárosi lakótelep az ugye ötágú csillagot formázott volna eredetileg, sehogy nem jön ki a matek, tehát semmiképpen. Itt sem a formáról van szó, hanem az eredeti színezésről, hiszen a városban talán elsőként itt jelentek meg azok a markáns, kicsit harsánynak nevezhető színek, amik ma már ugye jellemzik a lakóterepeket. Alig egy percünk maradt két egyházi emlékre, ez pedig két kereszt a város részben, amiből az egyik azért különleges, mert egy udvarban van. Igen. Először akkor a Fiszter keresztről beszélünk, ugye ez a Budai út és a Lehel utca sarkán helyezkedik el, szintén ugye ennek a területnek az egyik szélén, hiszen a Budai útnak a túlsó fele az már ugye a kórház környéke, részben ugye Ráczhegy, ahogy már beszéltünk róla, 1894-ben állították, akkor még a vízivároshoz tartozott egyébként ez a terület. Fiszter János és neje Peresztegi Nagy Éva állította, és mint oly sok műalkotást és oly sok keresztet és síremléket a városban Csanádi Gabriella restaurálta a 90-es években. Egyébként az Almási telepi közössége az, amelyik rendszeresen gondozza ezt a keresztet, tehát ezért is tartottam nagyon fontosnak kiemelni, hogy közösségi összefogásban minden évben egyébként kitakarítják a környékét és rendbe teszik. A másik pedig, amit ugye említettél, ez az egykori útmenti kereszt, ez a Pestispincék utcában található, 1902-ben készült, ugye a telekhez tartozik, eredetileg ez a telken kívül állt valamikor, aztán a háznak a tulajdonosa a későbbiekben úgy döntött, hogy ezt megmenti, és ő maga fogja gondozni. Hát az enyészettől sikerült megmenteni, nyilván ez restaurálásra szorul egyébként, a felirata is már egyre kevésbé látszik, látjuk, hogy a korpusz is ugye hiányos, tehát a Krisztus fej például nem található meg rajta, de így is nagyon sokat tett azért szerintem, hogy ez a kereszt megmaradjon. És az az érdekessége ennek, hogy ugye Wüstinger József nevét említettük, és az 1829-es felmérést egy körmeneti kereszt állt egyébként a Pestispincék területén, amely az 1829-es kataszteri térképen feltűnik. Valószínűleg, amikor ez megsemmisült, akkor állították egyébként 1902-ben ezt az újabb keresztet. Ismét rengeteg titokról került-e a lepel Váci Márknak köszönhetően, akinek nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is. Kedves nézőink, a Városrészek titkai című műsort látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!